Sziasztok, én Szeri vagyok, és ahogy láthatjátok, votozunk. Nagyon régen játszottam már a Votta, nagyon el voltam foglalva az Armored Warfare-rel, és most gondoltam, hogy hát illene már votozni, és az első meccsemet az IS4-jel fogjuk majd, vagy fogjátok majd látni, hogy hogy sikerül. Tier 10-es orosz nehéz tank, mindenki ismeri, és beszélek róla többet. Pálya az ENSZ. Megyünk be a városba. Heavy terén az ellenfél jobban járt, viszont nekünk helyettük vannak 10-es medgyeink. És nézzünk itt. Black Panther 2 kapott is egy szépet. Ez azon a pályán egy elég jó kis kezdőhely, ahonnan lehet lövöldözni egy szilagos fedezékből. Ott volt egy fa. Mert láthattátok, hogy a VZ 111 1 per 4-esnek milyen könnyen át lehet ütni az alvázát. Elég rendesen be volt forgatva, és még így is beütöttük. Ó, hát már elég sokan vannak itt előttünk, úgyhogy nem nagyon akarok még én előre szaladni. Megteszi ezt nekünk a 8-as VK, nem baj, legalább majd spotol is. Bár egy lövésre van a haláltól, úgyhogy lehet, hogy vigyázni kéne egy bindurkát. Na hát ott megint lehet, hogy jönni van, hogy hát jó. Igen, a vízi az. Megint kijött vagánykodni. Ó, igen, az oldalával azért sikerült neki levenni a lövésünket. Na hát a T8-as Brit Heavy Tank. Érkezett, le is dobtuk, le is lőttük a láncát, de visszarakta. Elég gyorsan lő egyébként. Az oldalunkat azért beüti elég könnyedén. Nem csak 140 nem lát rá, hát egy lövésnek bevállalunk itt a kapnak sajnos. Nem ütött át szerencsésen. Legalábbis nekünk szerencsénk volt, hogy nem ütött át. Hoppá, egyes hét itt próbálkozik majd átjönni szerintem, úgyhogy nem megyünk előre, vagy előre. Na, látod vissza. Sajnos meglátott. T57 Heavy. Messze van. Most nem sikerült láncot lőnünk. Valószínűleg visszarakja. Na, ezt kidugod az ormányodat? Most már javítunk. Na, ezt házat ki is kapták. Segíteni Leopard 1-esnek. Most valószínűleg még egyet már nem sikerülnek belejönni. És van még egy LMX-1390-es valahol. De valószínűleg nagyon menekülőre fogta. Vannak itt nagyon sokkal gyorsabb tankok, úgyhogy nem valószínű, hogy sebezni fogunk még, de hát HP-nkat bőven lesebeztük, sikerült is 3000 fölötti sebzést elérnünk. Úgyhogy gyakorlatilag egy Tier 8-as
Heavy-től, a nevét nem tudom kimondani, ezért nem is szórakozunk vele. Tier 8-os Brit Heavy-től kaptunk be egyet. És majdnem 3000-et le is pattintottunk. Hát én nem fogok beállni foglalni, hanem inkább menjünk, aztán vadásszuk le azt a 13.90-et, és védjük meg az artinkat is, mert valószínű, hogy amikor én is ezt csinálnám, amikor abszolút vert helyzetben vagyok, hogy legalább az artit. Na és a végén még sikerül majd nekünk kilőnünk ezt a kis virgoncot. Hát errefelé robog valahol. Itt van egy gyors Leopard, hát alig tudta bevenni a kanyart. Annyira le akarja lopni a killt, de hát... És sikerült lelopni, úgy, de akkor a lopós vagyok. Na hát az eredményt még megvárjuk. Ne, WTF IS4, na ezt akkor most mi van? Egyébként a Top Gunra hajtott, mert akkor lehet, hogy egy kicsit... Na no, mindegy, mindjárt megnézzük, hogy a Top Gunra hajtott-e. Hát nem hajtott ő semmilyen Top Gunra se, egyik leó sem. Na hát második helyen sikerült végeznünk. 2800 páncél által felfogott sebzéssel, hát ez, majd láthatjátok, 1800 körül van az átlag sebzésemvel, szóval az átlagnál azért ez jóval jobb csata volt. Na hát ennyi lett volna az IS4, egy jó kis bemelegítő csata. Sziasztok, én Szeri voltam, pá pá pá!